hatalmas meglepetésre 3-1-re kikaptatok a Vác ellen. Hogy élted ezt most meg? Óriási csalódásként. Nem találok rá szavakat, igazából csak magunkat hibáztathatjuk. Saját magunkat vertük meg ezen a mérkőzésen. Hagytuk magunkat háromszor lekontrázni, és ebből 3 gól szedett az ellenfél. Első fél időben úgy gondolom, hogy nem játszottunk fegyelmezetten, és keveset mozogtunk, nem mentünk eleget a védelem mögé. Nem alakítottunk elég gólhelyzetet, nem nyomtuk oda az ellenfelünket, és nyilván ők meg minél tovább tartották az eredményt, annál lelkesebbek voltak, hogy a vezetés után még inkább, úgyhogy csak fölfele jöttek a meccsen, meg végig lefele nyomtuk magunkat ezzel a játékkal. Másik fél időben mindent megtettünk, mentünk előre, ott már voltak lehetőségek, de semmi nem jött össze. Hát szégyen teljes igazából, hogy szégyeljük magunkat. Mi voltunk az esélytelen ebbe a párharcba. Igazából úgy álltunk fel erre a mérkőzésre, hogy próbáljunk egy jót játszani. Igaz, hogy ez a talaj az nem mindig volt, nem mindenhol volt rá alkalmas. Szerintem ezzel a videótajátékosai is ugye így voltak. Úgyhogy egy nehéz harcos mérkőzés volt, viszont ennek ellenére úgy gondolom, hogy a góljaink talán az utolsót leszámítva az szép akciókból születtek. Úgyhogy nem mondanám, hogy ez csak tényleg a szerencse, vagy egy rosszul kifogott nap volt a videótonnak, hanem mi is úgy gondolom, hogy jól játszottunk. Nem lepett meg minket a Vác játéka, abszolút felkészítünk, mert ők tudtuk, hogy mi az erősségük és mi a gyengéjük. Még egyszer mondom, még nyilván egyéni hibák után kaptuk a gólokat. Ebben én is vállalom a részemet, meg a felelősségemet. Igazából meglepetés nem okozott nekünk a Vác, szóval tudtuk, hogy mit fog játszani. Itt igazából azon múlt a dolog, hogy mi hogy állunk hozzá, és hogy teljesítünk. Hát ma ez nem volt elég. Horváth Károly úgy fogalmazott, hogy a két csapat közti különbséget a motivációval és lelkesedéssel tudjátok majd kiegyenlíteni. Ez ma abszolút megvolt. Hogy érzed, ez a lelkesedés, ez meddig repíthetiteket a Magyar Kupába? Remélem, hogy nagyon sokáig. Ugye nekünk az elsődleges a bajnokság volt, meg a bajnokságra figyelünk, de nyilvánvaló, hogy ezzel a győzelemmel azért nem lesz mindegy, hogy kit fogunk kapni a kupába, úgyhogy most már úgy gondolom, hogy minél tovább szeretnénk menni a kupába is. Lényegtelen, hogy mikor van a mérkőzés, a profi játékosoknak fel kell tudni rá készülni. Úgy néz ki, hogy nem voltunk erre már alkalmasak, meg nem jutottunk olyan teljesítményt, úgyhogy mondom, itt lehet, nem kell kifogásokat keresni, csak magunkba kell keresni, úgyhogy ezért csak vagyunk a játékosok a felelősek. Lesz ünneplés? Hát nagyon sok időnk ugye nincs az ünneplése, vasárnap még vár ránk egy fontos meccs, úgyhogy szolidan, de biztos, hogy megünnepeljük. Soroksárral fogtok játszani a hétvégén, mit várhattok a találkozótól? Hát az is egy nagyon-nagyon nehéz mérkőzés lesz. Most, ha jól emlékszem, akkor a Soroksárnak nincs annyira jó formába, úgyhogy mindenféleképpen a 3 pontért megyünk oda. Nagyon nehéz meccs lesz, de úgy gondolom, hogy ez a siker is adhat egy olyan erőt, meg egy olyan magabiztosságot, amivel majd talán ott is el tudjuk hozni a 3 pontot. Maradt a bajnokság, a hétvégén komoly rangadó vár rátok. A Fradi ellen mit vársz attól a találkozótól? Túl kell lépnünk ezen a vereségen és a kupa kudarcon. Hétvégén rangadó van. Mindent meg kell tennünk azért, hogy legalább ezt a kudarcot kicsit feletetni tudjuk magunkkal és a szurkolókkal. Nem lesz egyszerű, fel kell innen állni, de most kell megmutatni mindenkinek, hogy mennyire tökös és mennyire jó játékos. Hétvégén a Ferencváros ellen mindent meg kell tenni a győzelemért. Egykor a utánpótlás válogatottban is játszottál. Hogy érzed, benne van még a karrieredben egy esetleges igazolás, hogy komolyabb célokért küzdő csapatba játszhass újra? Hát természetesen ez a célom. Igen, hamar bekerültem ugye az NB1-be, utána történtek olyan dolgok, amivel egyszer csak hirtelen az NB2-be találtam magam. Most azon vagyok, hogy jó játékkal, gólokkal vissza tudjak kerülni az NB1-be. És jelen pillanatban ugye van 8 gólom a félszezonnál. Remélem, hogy a második félszezonban is tudok rúgni ennyit, és azt gondolom, hogy az már lehet egy jó ajánló levél arra, hogy esetleg valaki felfigyeljen újra arra, hogy nem vesztem még el teljesen.